Mai napon egy olyan ételt fogunk csinálni, amihez sajt fog kelleni, nem kevés sajt. Balázs, őt már ismerhetitek. Igen, én vagyok, aki nyersen eszem a steaket, sziasztok! Ó, Balázs, látom, megint kiárulod a legjobb sajtot. Hát ez az, amit nem akartam. Ez, amit nem akartam látni a dobozban. Szóval megpróbálom összedobni az életem első hamburger buciát végül, hamburger buciát, amihez kell nekünk liszt, kell nekünk tej, kis joghurt, egy picike, olvasztott vaj, ez egyébként ilyen 40 gram olvasztott vaj, egy tojás kell még a tésztába, hát élesztőből nem kaptam ezt a felfuttathatósat, hanem ez az express élesztő van, ami elméletileg ugyanúgy működik, felfuttatás nélkül. Egyébként, hát ez fél kiló liszt. Megnézem, hogy fog összeállni, mert ugye szemmel meg kézzel is érezzük, hogy körülbelül mikor jó a tésztánk. Szóval, nincs más dolgunk, össze kell mindent borítani. Megy hozzá a vaj. Megy hozzá a joghurt. Egy egész csomag express élesztő. Egy egész tojás. Só. Ezeket így nem nagyon mérem. Nyilván nézzetek a receptet. Én is néztem egy receptet, így most a fejemben van nagyjából, hogy mit kell bele, de nem nagyon méregetek egyébként. Kis cukor. Egyébként ezekből nem kell a cukor, meg a sóból nem kell sok. 2 deci langyos tej. Ez langyos, ez fontos. Elkezdjük összedolgozni. Még nem tudom, miért bal kézzel kezdtem el, amikor jobbkezes vagyok, de mindegy. Még mehet bele a maradék tej is, úgy nézem. Elfér benne. Egész jó néz ki. Kíváncsi vagyok, ez így működni fog így a... Hát az a baj, szerintem ez ilyen egyemberes jön. Hát lehet, hogy Tibi nem eszik. 2 külön bucival fogom ezt választani. Elméletileg ez meg fog kelni még, mert ugye ezt keleszteni kell. Szóval legalább most egy fél órára meleg, langyos helyre kell tenni. Elméletileg azért ez itt meg fog nőni, úgyhogy úgy is helyezzük el őket, hogy azért kalkuláljuk bele, hogy ez meg fog nőni. Még egy tojást felverünk, és ezzel csak így lekenegetjük, fényesre, szép fényes legyen. Majd beviszem őket a házba, meleg helyre, úgyhogy nem az asszony környezetébe fogom tenni. Remélem nem hallotta, mint hogy hallanám, hogy itt érezzél kést. Késtél leszel? Fél óra, 45 perc múlva rájuk nézünk, hogy mekkorák lettek. Nem baj egyébként az, hogyha össze fognak esetleg érni, hogyha úgy megnőnek. Mert ugye a barátságuk elválaszthatatlan. Hát ők ezt hiszik, de hát mi azért majd elválasszuk. Úgyhogy melegbe, go! Hajrá, go! Akkor amíg a bucin kell, meg itt előkészítettem, láttátok, hogy itt a zöldségeket, sajtokat, ugye feltéteket, mindent előkészítettem. Hát ugye van ez a kis paprika, amit a múltkori csomagban kaptunk. Hát ezen a Tibivel azért meg fogom kóstoltatni, hogyha itt lesz. 1 kiló marhadarált hús, amit én most 4 darab húsra szeretnék szétválasztani. És gyakorlatilag megfelezem, és megint megfelezem. És így nagyjából már meg is van a 4 darab. Csinálok egy ilyen nagyobb golyót. Nem fűszerezem be, semmit nem csinálok vele. Ez nagyon finom, tiszta, marha, darált marha hús. Hentes barátomtól természetesen. Úgyhogy ez igazából sütés közben fog csak egy minimális fűszert kapni. Mert totál fölösleges. Viszont mivel ez egy sajtburger lesz, ezért ezt megpróbálom így laposra a húsit. Jó? Ilyen laposra összenyomni, egy sütőpapírra raktam, vagy zsírpapírra, ahogy nektek, ami van éppen otthon, rárakjátok. És ugye ezzel azt érjük el, hogy nem fog hozzánk tapadni, illetve sokkal kezelhetőbb lesz maga a húsdarab. Így egyébként előre megcsináljátok, ezt el tudjátok tenni így sütőpapírral együtt mondjuk hűtőbe, hogyha nem szeretnétek, hogy a többlet mondjuk a hús, vagy nem szeretnétek kisütni. De most így kicsit nagynak tűnik, szóval ezek most akkor ilyen 250 gram környéki húspogácsák. Nézzétek meg, milyen szép körlet. Ilyen gyönyörű lett.
Ezekből megcsinálunk 4 darabot. Körlet, rácsapjuk így. Azt adunk neki. Nem baj, nagyon vékonynak tűnik, de nem baj, higgyétek el. Most ez nem azt akarjuk, hogy itt most a sajtot akarjuk leginkább kihangsúlyozni. A mai burgerünkben nem a hús fog dominálni. Még kicsit én is elszégyeltem magam, hogy ilyet mondtam, de hát tényleg, tényleg így van. Jön az utolsó. Mondjuk az lehet, hogy kicsit nagyobb lesz, mint a többi. Kicsit, mint hogyha nagyobb lenne. Hát jó, az a szemmértékem, az már nem a régi, hát öregszem ugye. Főleg akik együtt játszanak velem Twitch-en, azok tudják, hogy azért a szemem már nem a régi. Azért már az STK-s szemüveg azért eléggé érik nekem is. Tudjátok, hogy nekem a krumpli az ős ellenségem, de azért megcsinálunk egy kis krumplit, ami édes burgonyából lesz, mert azt viszont nagyon szeretem. És ehhez is lesz egy elég prémium minőségű, exkluzív sajt szósz. Egy dió, nem diós, bocsánat. Egy ilyen kék sajtos szósz lesz hozzá. Úgyhogy megvannak a burgerek. Kész, a legnagyobb megy alulra. Mint ahogy mondottam, ugye köret lesz hozzá. Méghozzá az egyik kedvenc köretem, az édes burgonya. Nagyon finom, nagyon egészséges egyébként. Ráadásul most rákaptam arra, hogy nem bőolajban sütöm ki, hanem sütőbe. Úgyhogy ez így valószínűleg még jobb lesz. Most megpróbálom így nagyjából, hogy így. Mindjárt mutatom nagyjából milyen, hát hasábok lesznek igazából. Szóval hasábként fog ez szerintem üzemelni ez a dolog. Így. Hát maradjon így. Na, és vágtam nagyjából ugyanakkora, hogy ezt sütőbe fogjuk megsütni. Szóval gyakorlatilag látjátok, hogy hasáb. És én azt szoktam, hogy egy nagyon pici olívóolajjal azért így meg, ugye van nekem az a spray, amivel megfújkálom, vagy egyébként ha nincs, akkor hogy megöntözitek pici olívóolajjal, és teljesen jó lesz, higgyétek el. Természetesen fritőzbe is ugyanúgy meg lehet csinálni, szóval én nem akarom itt osztani itt a izét. Nyugodtan olajba megsüthetitek, az is egyébként teljesen jó szerintem, de hát nyilván ugye az egészségtelenebb az olaj. Megkaptam már, hogy miket tanítok ilyen a gyerekeknek, meg ilyenek, hogy miért kell nekem ezeket a hülyeségeket mondani. De hát mi nem fitness csatorna vagyunk, ez nem az egészséges életmódról szól ez a csatorna, ez az élvezetekről, az ételek élvezetéről szól. Azért megpróbálok bizonyos kereteken belül maradni, szóval azért nem zsírral, de én szerintem egyébként most, hogyha egyébként konkrétan a édes pizza videónál jött egy ilyen kritika, hogy szégyeljem magam, hogy miket tanítok én a nézőknek, hogy egészségtelen ilyen szavokat mutogatok. Nem tudom, az édes pizza, mint olyan, ez létezik. Nálunk egyébként volt itt egy pizzéria, ahol lehetett kapni konkrétan ilyen pizzát. Nyilván nem az egészségnek a minta példája ez az édes pizza, de most a torta, vagy ha csak kapsz a szülnapodra egy tortát, akkor ezt kidobod? Vagy miért? Ez, igazából ez ugyanaz kb. Ugyanannyiben nagyjából a kalória, meg minden. Na mindegy. Nem akarok annyira belemerülni. De egyébként mondom, én már a húsokkal is ezt csinálom, a rántott húsokkal is például, hogy sütőbe fogom, és lesütöm sütőbe, olaj nélkül. És tényleg próbáljátok ki, teljesen jó lesz egyébként úgy is. Ebbe visszarakom őket, és egy sütőlapra, a sütőtálcára rá fogom őket majd rakni, sütőpapírra. És repülnek be a sütőbe, mert erre fogunk kikeverni egy kék sajtos szószt, ami a krumplira fog rá. Hú, gyerekek, nehéz beszélni, mert már megindult a nyártermelésem. Hát akkor nézzük meg a bucikat, mert közben megkeltek a bucik is. Csak vicceltem. Itt vannak. Jaj, hát igen, ezt nem ezt kellett volna rárakni, mert kicsikét rákelt. Jaj, rákelt a buci. Ez lesz az első hamburger bucim.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Azért látszik, hogy jóval nagyobbak, azért keltek. Megy be a sütőbe, 180 fok körülbelül, elő van melegítve a sütő, körülbelül 180 fokra akkor megy is befele. Hát megmutatom akkor az életem legelső buciait. Hát ilyen legy, gyerekek! Na megnézzük, hogy milyen a közepe. Nagyon jó illata. Azt a de puhának tűnik. De jó. Tökéletes. Gőzöl. Közben beviszem, hogy nem maradjon itt kint a hidegen, azért ne hűljön ki, hogyha nem muszáj. Úgyhogy beviszem. De jó. Megérkezett közben Tibi is. Sziasztok! Ma mindjárt látjátok. Hát remélem, hogy nem fog szétmenni a husi. Megpróbáljuk, reméljük, hogy nem megy szét. Maradt még ugye nyáron még grillről, meg ugye a nyári programokból ez a barbecue mániának a fűszerei. Elég furcsa. Ezeket egy ilyen fokhagymát. De jó. Hogy becsukkant az órom, látod? Szerintem megpróbáljunk úgy megfordítani, mint a palacsintát? Akkor tudj is szétfüldök, de megpróbáltad. Most kicsúfollak. Szétesik amúgy? Szerintem igen. De lehet nem véletlenül forgatják úgy. Odané. Odané, ennyi. Ez ennyi. Megy rá a fűszer. És most így le is fedem egyébként, hogy hazol vagy, jó rá? Tibi! Wonderful, wonderful world! Na, közben egyébként lesz majd... Csípős hangolunk, mivel valami csípős minden videóba kell, nem ahol ott vagyok. Én arra gondoltam egyébként, hogy tiéd, az lehet paprikása gondolod. Nem olyan extrémen, csak ilyen finoman. Lehet. Közben ugye vannak ilyen hatalmas gombáink. Megpróbálom úgy lesütni ezeket a gombákat, hogy minél kevésbé essen össze. Mi nem akarod megfonyasztani, mi? Nem fonyasztani, hanem csak igazából egy hirtelen szeretném lepirítani. Azt mondják, hogy ez kár leszedni a külsejét. De most már mindegy. Most már mindegy. Na, egy húsi kész. Ugyanígy járunk az összes húsival. Ezt nézzétek meg. Jó kis burger bucik. Az nem néz ki rosszul. És akkor most úgy döntöttem... Burger bucik? Ezek húsok? Ugye ezek húsok, hát a bucikat már láttátok, hogy azok is majd jönnek mindjárt ki. Ezzel a erezettel lefelé fogjuk rárakni. Füstöl a serpenyő, így a jó. Mert ez nagyon extrém magas hőfokon kell, mint a steaket. Akkor engedik ki a legkevesebb... Akkor engedik ki a legkevesebb izét, hogyha hirtelen kapja a hőt. Úgyhogy ezeket na, lássuk. Bele. Lássuk a technikát. Az a baj, nem fog beleférni, nem baj, akkor ez külön. Nem fog beleférni három mehet először. Megtörünk fokhagymákat, ezt már előre meg is töröm egy kicsit. Nem kell egyébként úgy, nem kell felaprózni, mert igazából csak az íze kell majd nekünk. Milyen íze, hogy érződik, hogy te sül le a gomba? Mondjuk most azért, hogy kicsit megfonyadjon, lehet, hogy le kéne fedni, hogy a picikét elkezdjen összeesni, utána levesszük a fedőt. Hogy ne legyen annyira törékeny áll. Igen, csak egy kicsit, hogy ne legyen, hogy azért átjárja a hő, minden azért vastag, tudod. Van itt nekünk ilyen nagyon jó kis penészes kék sajtunk. Ez egy olyan egyébként, ami hát igen, most valaki vagy szereti, vagy nem. Én nagyon-nagyon-nagyon kedvelem az ilyesmit. Most valaki vagy szereti, vagy nem, ebből egy nagyon jó kis krémes szósz. Egy kicsit már majd, hogy nem tolakodó ezeknek már az illata. Igen, ez már ilyen erős illata van. Ez jó. Ez jó. Hát ott elkezdett. Igen. Meg is fordítom, hogy egyből elpárologjon az a kis lé, amit ő begyűjtött magának. Aha, a teteje is. Nagyon tetszik, hogy használ a hőkezelés. Igen, meg ízél. Már puhán. Ó, ezt már össze lehet nyomni. Wow, egész jó. Tibi. Működnek ezek a dolgok? Egyébként rosszabbra számítottam. Spimmi most írt nekem és küldött egy jó ötletet, hogy csináljunk sóletet. Tudsz csinálni sóletet? Én nem tudom, soha nem tudom. Azért engedtek levet, most kezdenek el igazán levet engedni. Most kell elengedni akkor a hőkezelést, mi? Így van, ezeket így elengedjük. Már visszakerülnek majd mindjárt így, közösen is. Még egy közös kis pancsira visszakerülnek. Én arra gondoltam még, guys, hogy... Megeszem ezt a sajtot és kitaláljuk, elrágom ezt a... így egyben üzeljük ki békannal, és akkor utána szeleteljük, azt is lehet. Bár mondjuk akkor már szétesik. Aha, az a baj, hogy utána szét fog neked folyni. Na,
Akkor viszont... Nem kellett volna befolni a másik felét, látod? Zsír. A Balázséknak van egy spéci sajtvágójuk, de hát... De sajtkés? Ja, hát mondjuk az. Akár így is mondhatjuk. Van a melóban ilyen hungarocel szelet előtt ott, hogy felhevít egy fémszálat? Ja. Az a lehet sajtot? Én nem tudom. Jaj. De hülye vagyok, itt téptem sajnos, nem vágtál. Nem vágtál át rendesen. Nem baj, majd a békön összefogja. Igen, a békön az összetart mindent. Majd szervezünk egy gyűjtés neked egy normális késre. És akkor ezeket szépen gondosan egyesével békön kabátba öltöztetjük, Tibi. Micsoda izéket találok itt, látom? Mint egy rajzfilmben mondták volna, bakker. Megy hozzá egy kicsi vaj. Ami nem is annyira kicsi. Ez de igazi vaj, ez nem margarin, ez igazi vaj. És a tört fokhagyma. Hopp! Beugrik. Oda néz. És ezzel csak így, hát fényezésnek hívják, amikor már igazából nem akarjuk így nagyon megsütni, csak hogy átjárja mindenhol ez a jó kis vajas fog. Ó, érzed? Aha. Annyi. Ez az a védélyed, mint a szódbinek, tudod, ez az izé. Alkarrósózás. Gombákat ide, hoppá. Így akartam amúgy. Igen, gondoltam. Ezeket ide. Fölsorakoztatjuk mellé, oda néz. Mi lesz ez? Igen, most, amíg még forró, addig még szerintem nem sértődik meg senki, hogyha... Nézd meg! Igen. Nézd, kis... Egy darab fokhagyma. Oda néz. Így a közepére. Látod már? Látod már, mi történik itt? Oda még. Illetve... Így. És akkor így a... Kicsit a sajt, ezeket, ezt a sajtot így. Ez igazából már csak full fölösleges, csak ilyen izéből. Hogy valami... Ez már csak a rúgyrázás része. Ilyen van amúgy a... Ott van a dió benne, figyeld. Aha. Na. Hát ezeket pedig fogjuk, és hát ugye elég hideg van már itt felénk. És békönbe beteke... Hú, ez ilyen... Ez ilyen nagy meló lesz, Tibi! Még se tekerjük be békönbe, tudod? Na, jó lesz ez így magába is. Ez békönbe soha nem tekerném be, tudod? Szépítsél! Kitaláltak ilyen személyiséget. Hát igen, most nem fogjuk fölvenni, az elsőt megmutatjuk. A többi az meg valószínű, hogy ilyen, hát ilyen pötyörös. Holnap folytatjuk! Ahogy megsül a békön, onnantól igazából már kész is vagyunk. Nagyjából. Szóval nem kell ezt így nagyon szénné sütni. Hát így ennyi. Ide még egy kicsit, mert itt van egy kis hét. Meg a békönt is békönbe tekered, mi? Ide még egy kicsit, gyere. Jó. Jól van. Hallod, szerintem nőhöz nem érek így. Hagynyhoz nem érek. Tudom, hogy te is akarod. Hagynyhoz nem érek ilyen gondoskodással. Jól van, nyugi. És reménykedünk benne, hogy ez nem olyan fajta sajt, ami instant elfolyik. Jaj, de gyönyörű. Oda néz már! Hát milyen hülye ötleteim vannak, látod? Jézus! És most már tényleg ez a kalamber sajtos. Jézus! Kihozom lassan a bucikat, és szerintem össze lehet állítani már legalább egy hamburgert. Na, mit tudod be? Állat jól néz ki. A gyönyörű elsőszülötteim. Ikreim. Most annyit csinálunk még velük, hogy ezt hát itt a maradék zsiradékon egy kicsit megpirítom. Leginkább az alját. Itt nem kell gondolkodnod, hogy kettőt rakjál bele, mi? Hát itt nem. Amúgy itt vannak a krumplik, amiket megsütöttem. Sütőbe. Mivel az édes burgonya ezt ropogósra nehéz sütni, ezt olajba lehet egyébként ropogósra. De ez inkább puha. Ó, de jó, egy... Miért ki volt, láttad? Ennél frissebb nem lehet egy buci egyébként, mint ez. Tényleg itt készült előbb. Amúgy tényleg jó lenne nagyobb kés. Egyébként meglep ahhoz képest, hogyha tényleg nem sütöttél még, hogy... Nem, ez az elég ízé korrektül néz ki. Azt a Tibi, hát ezt köszönöm szépen, ez dicséretnek könyvelem el. Ajjajajaj, viszont ilyen ketté vágás, ez nem a legjobb. Ketté vágás. Srácok, dobjatok neki össze egy késre, légy. A tetejét nem merem, mert... Nagyszerűt, ugye? Hát akkor csak az alját.
Az a baj, ennek a teteje az sajnos itt szétnyílt. Azt én csesztem el egyébként, mert hát lefettem sütőpapírral, és hogy hát megkelt, ugye hozzáragadt, és hogy letéptem így a tetejét sajnos. Úgyhogy ez az én hibám. Közben salátát elkezdek felaprózni, ugye izére. Nem sokat, Tibi, nem viszünk az ágyból. Ez csak díszlet lesz. Hát, hogy legyen benne egy kis zöld is, tudod. De ez... Tudod, mi a gyengé. Ez olyan, mint Supermannek a kriptonit hallott. Rendes érzem, hogy gyengülök tőle. Közben elkezdjük összedobni a sajtszószt. Úgyhogy egy kis vajat. Hát én nem tudom, ugye tudjátok, hogy én nem szoktam nagyon méregetni. Szemmértékkel szoktam. Elkezdünk fölmelegíteni egy kis vajat. És már ebből a kék sajtból is elkezdek kockákat vágni. Szerintem ennyi elég, nem kell azért így nagyon túlzásba. Ennek azért olyan intenzív az íze. Ez nagyon intenzív, krémes, nézd meg! Milyen, ez szinte kenni lehet, hallod? Olyan krémes. Bedobáljuk, nézd nem meg. Tudom, nem tudom, hogy fog reagálni. Meglátjuk, hát figyelj, maximum újra kezdjük. Sokra 10 barna vajat. Most vettem vissza azért. Ezt már jó lesz szerintem. Hopp. Aha, olvad. Olvadozik. Jó? És... igen, majd tejjel lesz fölhúzva, illetve kukorica keményítővel lesz, hogy kicsit, hogy sűrűbb legyen, ugye ez szósz, egy ilyen sűrű szószt akarom kapni. Közben én a hatalmas kezét. Nagyon gyász volt. Hát ilyen tiszta zsírak. Ja, ki volt csak? Chiliardnak a házi készítésű, kézzel készített mézes hagyma csátni. Ezt fogom, és ezzel megalapozom itt a burgernek. Megágyazol. Megágyazom, megalapozom a jövőjét neki. Nem szabad sajnálni, szerintem ehhez gurmé burgerhez nagyon megy. Szerintem. Jó. Aztán sali. Kimondani is nehéz. Kis salit, úgyhogy hát azért kicsit roppanóság. Nem szabad azért annyira félni a salátát. Roppanós ellen. Na, és most megy rá egy husi. Megy rá egy husi. Ó, azt a betyárját! Bakker, ez jól néz ki! Jól néz ki. Jó? Néha tökéletes. Jó. Nem, már most elég kicsi a hőízé, most nem tudom. Ja, kicsi. Ja, tényleg. Szóval hagyma karikákat. Én magamnak kettőt így ide applikálok. Így. Akkor erre mehet rá kettő darab gomba. Így. Szintén ez a fokhagymás vajas gomba. Így. Ez dupla húsos burger. Ezért, nem tudom ki, és akkor erre mehet a békönös sajt. Oda néz, három. Egy nagy, és kér egy kicsi oda. Megy már, de durva. Ez nagyon betegen. Ez nagyon jól néz ki. Ezt a vajas sajtot, ami egyelőre még csak egy vajas sajt, ezt egy kicsit tejjel felhúzom. Nagyon kicsit tejjel. Nem kell bele igazából kukorica keményítővel fogjuk be sűríteni. És csak egy kicsit így rá. Az is ad neki egy ilyen kis gyümölcsös fanyarságot. Megkoronázol. Itt van az én kis burgerem. Egy evőkanál kukorica keményítővel. Hoppá, kiszórodott kicsit, bakker. Mit fogunk szólni? Jéééé, natus bordember. Hát, ezt most hogy fogunk kimagyarázni? Egy ilyen evőkanállal kezdünk. Bele egyet alszunk karácsony. Az én kicsi búcim, én kicsi búcim. Barát. Na összedobjuk akkor Tibiét is. Majd te most ne egyél semmit. Jó. A két sajtos. Hogy beálltam, milyen pozícióban. Igen. Ezt még modern is leszek. Oda nézd. Ezt a két sajtos csodát. Ezt. Így. Jó. Amit kéne? Fű ízével, díszítéssel. Voilà. Ennyi.
oda néha, hogy kifolyt és megállt, mint egy jégcsap. Sajt jégcsap. Sajt csap. Sajt csap. Na. Bazi nagy. Hát hallod? Amúgy... Amúgy elmondom... És most lehejteném mi... Tang. Spike jól lett, nem mi? Hát figyelj! És a tányért levonom, mennyi a tányért? Hát ez biztos, hogy ez több, mint kiló. Most tart be a mérleg a konyhai. Úgyhogy ezt igazából a pucit is izéből csináltam érzésre. Nem tudtam kimérni a alapanyagot. Hát ez azért összességében nem tudtuk sajnos lemérni, de több mint egy kiló, vagy nagyjából egy kiló környékén van. Figyelj, már most ketté vágom az enyémét, mert tuti, hogy... Kicsit valami rongy, vagy valami? Mi van, Tibi? Mi van? Mi van, Tibi? Te sem nézted meg most a Vasember új része, mi? Figyelj csak! Na, mi az? Te van, aki észre vagyom meg ezeket a problémákat. Azta, fú, de durva! Mi a tetején? Hát ez ilyen leszorító, tudod, leszorítja ezért. A lé alá. Milyen durva? Nem mersz beleinni. De rossz, baszki! Na, hogy visszaköbb! Nem ilyen jó? A leve az nem lesz annyira brutál, mint maga a paprika. Azt nézzétek! Fú de karulinás leheletet van. Azta. Én a felének a felét, inkább egy negyedelem. Ja nem úgy, csak tudod, ha többet, akkor még jobban szét fog itt nekem hullani. Na, hát jó étvágyat, Tibi! Jó étvágyat, Miki, kíváncsi leszek. Gigát meg úgy sajtam veled. Ja. A zsömlejét milyen király, mi? Meg ez a sajt. Ez nagyon ott van. Lehet, hogy kicsit túl is gondoltam ezt a sajtburger témát. Inkább torta. Én most csodálkozok a Tibin amúgy. Mi a pálad? Hogy csináltad? Én meg itt izéval. Mágam sem esik olyan jól. Mi? Bár nekem sem esik olyan jól. Nem. De küzdök. Ez az. Ez a hozzáállás. Ez a jó hozzáállás. Hát igazából, amit lehetett, kiettem.
húst hagytam még egy kicsit, meg a bucit, kis húst hagytam még, ez megy a kutyusnak, nincs benne semmi olyan, amit nem eltok, úgyhogy Smacky, gyere! Gyere, Zsuzsi! Bezsék! Az a baj, én ezt nagyjából sejtettem. Itt a végén állom. Amúgy Tibi nagyon meglepődtem, mert nézzétek meg, oda én. Hát, termelt rendesen. Én tudtam, hogy nem fogom megenni, mert a Hajni olyan jó kaját csinált, most, tényleg. Nem csak most, de... most az egyszer összejött neki. Nem, hogy tényleg olyan jó kaját csinált, hogy az a baj, hogy miközben én itt egyedül tevékenykedtem, készítettem itt el, ugye még a Tibi nem volt itt, addig én egy kis villával folyamatosan azért kóstolgattam az ő kajáját, és hát nem kellett volna, mert így... Hát ugye én ezt tudtam, hogy nem fog menni nekem, mert mondom, az a baj, hogy majdnem, hogy jól lakottan kezdtem el. Még egyszer minden sajt laktózmentes, bárki laktózérzékenyek is megehetik. A bucim, az első szülött bucim, én büszke vagyok rá, szerintem jó volt. A Balázs tangyát megtaláljátok a bazilikánál. De jó, ez a jó magsült rész is. Nekem ma olyan nincs rajta. Ja. És a Tibi meg nem tud valamit, amit én már tudok. Hát mi jött itt ki az asztal alatt, Tibi? Ugye nem az, amire gondolod? Nem, ez nagyobb. A Tibit szembesítem azzal, hogy mit kaptunk Amerikából. Egyenesen Amerikából gyűjt. Ez a challenge, ez hát a szájba fog verni minket szerintem. Van benne mennyiség, azért ez nem kevés magyaró, ami benne van. Ettől lesz egy mókus belehalna ennyi magyaróba. Főleg ilyen mértékűben. És nehogy véletlenül ne legyen elég durva, azért egy kis 13 milliós kapszaicin kristály fűszerezésnek is benne van. Úgyhogy Mavis, kóstolj meg, gyere, Mavis! Tényleg, amúgy ők éreznek csípős? Éreznek. Igen. A madarak nem éreznek. Az emlősök éreznek, a madarak nem. Minden emlős? Igen. Jaj, Mavis, ne, azért ez egy gusztustalan. Nézd, nem, kirakod neked ide, nézd, gyere, Mavis, ide rakom. Nézd meg, így. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Hamarosan majd, hát kinézünk valami időpontot, amikor szép nap lesz a halálra, és akkor megpróbáljuk. Megbúcsúzunk. Balázsnak köszönjük egyébként a sajtokat. Köszönjük szépen. Nagyon jók voltak. Kár, hogy a Balázs nem tudja megkóstolni. Kár, hogy 72 kiló vagyok, amúgy bezúztam volna. Majdnem kétszer akkor vagyok, mint a bozma. Egyébként mindenféle link ugye nem lesz a leírásba. Egyéb platformok, a Twitch, meg ilyenek, főleg azok is nagyon... Nagyon ráhasonlítunk a Twitch-re, ma például asszony fog lájkolni. Ami milliómosban nem akarsz szerepelni? Mindig kérjük. Nem? Nem akarsz milliómos lenni? De. Hú. Nem, hát ez neked viszonylag este kezdődik, tudom. Ja. És családgyerek munka mellett ez nekem így nem fér bele. Mi szerinted a aki streamer, az nem munka streamer? Nem. Hú, ez mindig megy ezért, mindig megy ez a vita. Mindig az, hogy a streamelés is munka, már pedig az munka. Hát jó, mondjuk valaki annyit keres vele, hogy én is eldolgozhatnék az ennyiért. Meg lehet belőle élni, maradjunk annyiba, de nem munka. Sziasztok! Szavasztok, cső! Volt itt valami? Látszik valami? Hajd a francba!